Emlékszem, mikor annak idején nagyapám azt mondta, hogy kisunokám, ősszel bizony minden szőlőfürt arannyá válik. Én pedig akkurátusan kerestem a valódi aranyszőlőfürteket. Aztán persze később megtudtam, hogy ez mit is jelentett. Természetesen nagyapám arannyá váló szőlő legendája arról szólt, hogy ősszel a palackban válik arannyá a szőlő. De azt gondolom, hogy az ősz más miatt is fontos a magyar gasztronómiában. Az ősz, igen. Az ősz nagyon fontos a borászat, szőlészet életében, a szüret. Jelen pillanatban is tart a szüret, és nagyon várjuk már a végeztét, és ahogy vége van, megkezdődnek az ünnepek. Mártonnapi ünnepek elsősorban, amikor is mindenhol liba ételekkel és az új borokkal várják a kedves vendéget. Ugye Magyarország köztudottan nagyon erős nemzetközileg is a borban. Milyenek itthon a borfogyasztási szokások? Egy kicsit változnak a szokások. Úgy veszem észre, hogy a nagy testű vörös borok még mindig most is nagyon népszerűek, de sajnos a könnyű gyümölcsös borok egy kicsit előtérbe szorulnak. És érdekes, hogy a vörös borok között is egyre népszerűbb a kevésbé nagy testű, inkább gyümölcsösebb, könnyedebb, nagyon jó árértékarányú és nagyon jól fogyasztható boroknak az aránya egy kicsit kezd följönni, ami kifejezetten örvendezetes, mert nem csak a legjobb dűlőkből lehet ezeket a borokat előállítani, egy kicsit most tovább körülmények között is gyönyörű szép gyümölcsös borokat lehet előállítani, és sok esetben még kedvesebb is, mint egy nagy testű vörös bor. Na és nem is kérdés, hogyha új bor, akkor természetesen liba. És ahogy szól a mondás, aki Márton napján libát nem eszik, az egész évben éhezik, és aki Márton napján új bort nem iszik, az egész évben szomjazik. Hát erre a mottóra nagyon sok vendéglátó, főleg itt Villány van, a Márton napot ünnepeljük, sőt, elmondhatjuk azt is, hogy több hétvégén keresztül. Az egész november Mártonnapról szól, tehát fogyasztjuk az új borokat és esszük a liba ételeket. Ugye a kettő nagyon-nagyon-nagyon összefügg. Fontos, hogy ilyenkor mutatkoznak be a pincészetek az új boraikkal, tehát nagyon sok fehér bor ilyenkorra jó tud már lenni. A rozék már ugye egy ideje fogyaszthatók, és ami a legelső új vörösbor, az a portugízer. A villányi borászok a portugízer borukat szokták mindig Márton napján bemutatni. És amondó vagyok, hogy hódoljunk mi is a Márton napi ünnepnek. Nagyon jó étvágyat kívánok! Jó étvágyat, köszönöm!